Öt vajdasági vállalkozó adományából gyűlt össze a 15 tonna kukoricavetőmag, és az 5 hektár alatt termelő gazdák részesülhettek benne. Az egy zsáknyi mennyiség 3,5-4 ezer dinár értékű, viszont Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, nem a támogatás értéke a legfontosabb ebben a helyzetben, hanem maga a gondoskodás. Ebben a tekintetben nem biztos, hogy az adománynak a pénzügyi értéke az, ami a legfontosabb, hanem azt gondolom, hogy az odafigyelés és a gondoskodás, a segítés. Különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a támogatottaknak durván háromnegyede, több mint háromnegyede 55 évnél idősebb, a 65 évnél idősebbeknek a száma pedig ezen a számon belül is megközelítőleg 80%. A vetőmagokat ezen a héten minden termelőkészhez fog kapni, amit a mezőgazdasági szervezet falugazdászai juttatnak el Vajdaság szinte minden területére, beleértve a szorvány településeket is.